kiiktatására végül román minációellenes tanács szerint túlkapás történt. Érvényes jogszabály hiányában viszont ez nem büntethető. Beszélt vele és nem akarja? Ezt mondta nekem, ezt mondom önnek is. Rendben van. Így vette tudomásul felettese utasítását Csutak Nagy László, a román élelmiszerbiztonsági hatóság alelnöke, hogy ne anyanyelvén, hanem románul nyilatkozzon a magyar sajtónak. Az eset akkor történt, amikor a hatóság a karácsonyi ellenőrzéseket tartotta, és az MT Hírcentrum stábja kért interjút az alelnöktől. A hatóság sajtószóvivője szerint ezzel nincs semmi probléma. Csutak úr mégiscsak a román hatóságot képviseli, mondta a sajtóiroda vezetője. Radu Roatis Kecán, az élelmiszerbiztonsági hatóság elnöke írásban válaszolt megkeresésünkre, amelyben tagadja, hogy ilyen utasítást adott volna Csutak Nagy Lászlónak. Hozzátette, hogy az alelnök úr bármikor nyilatkozhat magyarul, bizonyíték erre a számtalan korábbi magyar megszólalása is. Néhány sorral lejjebb viszont azt írja, Románia hivatalos nyelve a román, és az intézmény alkalmatai is ezen a nyelven adnak interjút a sajtónak. A román állam tisztségviselője vagyok, így kommentálta a dolgot végül románul Csutak Nagy László. Megszegi az anyanyelv használatának a jogát. Asztalos Csaba, a diszkrimináció ellenes tanács igazgatója szerint magyar ellenes hangulatkeltésről lehet szó. Túlkapás, túl azon az elven, hogy általában az intézmények az államhivatalos nyelvén kommunikálnak, ez igaz, de szerintem különböző reakció lett volna az igazgatónak akkor, hogyha mondjuk angol nyelven kellett volna kommunikálni. Asztalos Csaba szerint nem egyedi az eset. Ehhez hasonló nyelvi korlátozások gyakran előfordulhatnak a román állami intézményeknél.